kémcsövek, vegyületek, kémiai folyamatok. Ezekkel a kifejezésekkel kémiaórákon találkozhatunk. A mai oskolában kémiaórát fognak látni Bedő Zita segítségével, aki egy 2017-es tesztfeladatot fog nekünk bemutatni. Ez azért is fontos, mert mivel a 2017-es tesztekben voltak olyan kérdések, ami az elmúlt időszakban kimaradt, viszont a 19-esbe ismét bekerülhet. Tartsanak velünk! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ahogy már hallhattuk, a mai nap a 2017-es ZNO, a kémia ZNO feladataival fogunk megismerkedni. Elsőnek is a tesztfeladatokkal, amikor 4 válaszlehetőség közül csak egy lesz a helyes. Nézzük is az első feladatot. A felsorolt képetek közül melyik tartalmazza a legtöbb kémiai elemet? Látható 4 kémiai molekulaképlet, és meg kell néznünk, hogy melyikben található meg a legtöbb kémiai elemünk. Az elsőben látható 3, a másodikban szintén 3 kémiai elemet, a negyedikben, tehát a V molekula képletben található már 4 kémiai elem, végül a G-ben 3. Tehát nekünk a megfelelő, tehát a helyes válaszunk lesz a V, ahol 4 kémiai elemet találhatunk, hiszen ebben van a legtöbb. Második kérdésünk, egy alapállapotban lévő kémiai elem atomjának külső energia szintjén a párosítatlan elektronok száma 2-szer kevesebb, mint a párosítottaké. Az elem neve A. szilícium, B. foszfor, V. kén, G. klór. Ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy melyiknek lesz a külső energia szintjén párosítatlan elektronok száma 2-szer kevesebb, mint a párosítottaké, ahhoz le kell írnunk minden atomnak a külső energia szintjét. Elsőnek is nézzük meg a szilíciumot. Láthatjuk, hogy 2 párosított és 2 párosítatlan elektronnal rendelkezik a külső elektronhéján. A foszfornak 2 párosított és 3 párosítatlan elektronja van. A kénnek 2 párosított és 4 párosított és 2 párosítatlan elektronja, a klórnak pedig 6 párosított és 1 párosítatlan elektronja van. Tehát ahogy láthatjuk, a kénnek, mivel 4 párosított elektronja van, párosítatlan elektronja 2-szer kevesebb van, mint a párosított, tehát a helyes megoldás a kén lesz. Harmadik feladatunkban egy oxidáló-redukáló tulajdonságot kell megvizsgálnunk, méghozzá az alábbi kémiai reakcióban. Ebben a reakcióban a kén A csak oxidálódik, B csak redukálódik, V nem változik az oxidációs száma, G oxidálódik és redukálódik is. Ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy a kén ebben a reakcióban milyen tulajdonsággal rendelkezik, az fel kell írnunk a képletnek az oxidációs számai, a képletben lévő elemeknek az oxidációs számait. Láthatjuk, hogy oxidációs szám változás történt. A kén plusz 4-esről plusz 6-os oxidációs számra változott, 2 elektront adott le, így oxidálódott, és a kén ugyanúgy a plusz 4-es oxidációs számról 6 elektron felvételével mínusz 2-es oxidációs számra változott, tehát redukálódott. A helyes válaszunk pedig az lesz, hogy ebben a reakcióban maga a kén oxidálódott és redukálódott is. A következő feladatban a kénsavról lesz szó. A kénsav reagál 1-es oxigénnel, 2-es cinkkel, 3-as nátriumkarbonáttal, 4-es szén 4 vegyértékű oxiddal, és az alábbi válasz lehetőségeink vannak: A 1-es 3-as, B 1-es 4-es, V 2-es 3-as, G pedig a 2-es és a 4-es. És ki kell találnunk, tehát meg kell határoznunk, hogy melyik lesz számunkra helyes, melyikkel fog reagálni a kénsav. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk határozni, nekünk tudnunk kell, hogy a savak mikkel szoktak reagálni. Általában fémekkel, bázisképző amfoteroxidokkal, bázisokkal szoktak reagálni. Így maga a kénsav oxigénnel, mivel az oxigén egy nem fém, nem fog reagálni. A kénsav cinkkel fog reagálni, mivel maga a fémek aktivitási sorában a hidrogén előtt áll, így a cink ki tudja szorítani a hidrogént a kénsavból. A kénsav reagál nátriumkarbonáttal, mivel nátriumszulfát és maga a szénsav keletkezik, ami könnyen bomlik széndioxidra és vízre. A negyedik reakcióban pedig kénsav nem reagál a széndioxiddal, a szén 4 vegyértékű oxiddal más néven, mivel maga a széndioxid az egy savképző oxid, és savképző oxidokkal nem reagál. Így a helyes válasz a 2-es és a 3-as, tehát a V.
Az ötödik feladatban meg kell határoznunk, hogy melyik sorban vannak helyes sorrendben feltüntetve a nátriumhidroxid és az ortofoszforsav reakciójából kapott sók. A négy sorban láthatóak az alábbi sók, amelyek különböző sorrendben láthatóak. Tudnunk kell, hogy az ortofoszforsav az egy háromértékű sav, amely háromféle sót képez. Elsőnek egy normál sót és két savanyú sót. A reakciója pedig három fázisban fog lezajlani. Elsőnek is az ortofoszforsav egy hidrogénjét, a nátrium kiszorítja, és nátrium dihidrofoszfát keletkezik. Utána tovább a nátrium hidroxid egy újabb hidrogént fog kiszorítani, keletkezve dinátrium hidrofoszfáttal, és a harmadik lépésben pedig a nátrium az összes hidrogént, tehát a maradék egy hidrogént fogja kiszorítani, és keletkezik trinátrium foszfát. Tehát a helyes sorrendben akkor lesznek feltüntetve a sok, hogyha tehát az alábbi sorrendben keletkeznek. Tehát a B a helyes válaszunk. A következő feladatban pedig meg kell határoznunk, hogy melyik anyag reagál sóssavval és káliumhidroxiddal is. A. lítiumoxid, B. báriumhidroxid, V. szilícium 4 vegyértékű oxid, G. alumíniumhidroxid. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk határozni, ismernünk kell egy olyan tulajdonságot, hogy mit jelent az, hogy valamilyen anyagnak amfoter tulajdonsága van. Amfoternek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek maga bázikus és savas tulajdonságokat is mutatnak, tehát ilyen tulajdonságokkal is rendelkeznek. Tipikusan amfoter fémek, az alumínium, cink, berillium, ezeknek az oxidjai vagy bázisai. Láthatjuk, hogy a lítiumoxid az egy bázisképző oxid, a báriumhidroxid egy tipikus bázis, a szilícium 4 vegyértékű oxid, ő egy savképző oxid, valamint az alumíniumhidroxid, ahogy már az előbb is mondtam, ő az amfoterekhez tartozik, így ő egy amfoter bázis lesz. Ugyanúgy a káliumhidroxiddal fog reagálni, kálium tetrahidroxaluminátot képezve, valamint a sósavval is, tehát savakkal, itt alumíniumkloridot képezve. Tehát a helyes válaszunk, amit meg kell ezt majd jelölnünk, az az alumíniumhidroxid. A következő feladatban reakcióegyenletek láthatóak, és meg kell határoznunk, hogy melyik írja le az aluminotermia folyamatát. Ahhoz, hogy le tudjuk írni magát, tehát meg tudjuk határozni, hogy melyik kémiai reakció lesz a helyes, tudnunk, hogy mit jelent az aluminotermia. Az aluminotermia olyan reakció, olyan exoterm reakció, heves reakció, amely alumínium segítségével magas hőmérsékleten fémoxidokat redukál fémmé. Ebben a négy válaszlehetőség közül láthatunk négy reakciót, azonban csak az egyikben van fémoxid és alumínium is kiindulási anyagként, tehát reagensként, így a B válasz lesz a helyes reakcióképlet, hiszen ott a vas 3 vegyértékű oxidot redukáljuk vas 0 oxidációs fémmé. A nyolcadik feladatban két száraz mérőhengert feltöltöttek hidrogénkloriddal. Az első mérőhengerben nedvesített univerzális indikátorpapírt merítettek, a másodikba koncentrált ammóniaoldattal nedvesített üvegpálcát. Elemeznünk kell az állításokat, hogy van-e közöttük helyes. Az első állítás így hangzik, az első mérőhengerben az univerzális indikátorpapír kék színűvé változott, a második állításban pedig a második mérőhengerben az üvegpálca körül fehér füst keletkezett. Meg kell határoznunk, hogy melyik állítás lesz igaz, csak az egyes, csak a kettes, mindkettő vagy egyik sem. Az első mérőhengerben, ugye maga mind a kettőben sósav volt, az első mérőhengerben univerzális indikátorpapírt tettek. Mivel a sósav maga egy sav, és a savas közeget az univerzális indikátorpapír piros színnel jelöli, így nekünk az első állítás helytelen, mert azt mondja ki, hogy az indikátorpapír kék színűre változott. Azonban a második állítás, ha megfigyeljük, már a második mérőhengerben, a sósabban tömény ammónium oldatot vittek be üvegpálca segítségével, amely során az alábbi kémiai reakció zajlódott le. Itt ammóniumklorid keletkezett, amely fehér füstként fog megjelenni a reakció során, ahogy a képen is látjuk. Tehát a helyes válasz lesz itt a B, tehát csak a második a helyes. A kilencedik kérdésben megtudhatjuk, hogy melyik anyag reagál az ezüst 1-oxid ammóniás oldatával. Itt már áttérünk egy kicsit a szerves kémiára. Az A a but-1-in, B but-2-in, V but-1-in, G but-2-in.
Az alkineknél tanulhattunk arról, hogy az ezüst egyoxid ammóniás oldata egy kimutatási reakciója maga az alkineknek. Az alkinek pedig olyan szerves vegyületek, amelyben hármas kötések találhatóak. Tehát nekünk már két anyag rögtön ki tudtunk zárni az elején, a BUT 1-ént és BUT 2-ént, mivel ők kettős kötést tartalmazó szerves vegyületek, tehát ők nem fogják adni maga ezt a reakciót. Azonban a BUT 1 és a BUT 2 én között is el kell döntenünk, hogy melyik lesz a megfelelő anyag. Mivel maga a reakció, ha leírjuk a reakcióképletet, észrevehetjük, hogy egy hidrogén cserélődik ki ezüstre, tehát egy helyettesítési reakció fog lezajlani, és mivel maga a BUT 2 énbe a hármas kötésben résztvevő szénatomok mellett nincs hidrogén, amit maga az ezüst ki tudna, tehát helyet tudna vele cserélni, így ez az anyag nem fogja adni nekünk az ezüst egyoxiddal a reakciót, hanem csak a BUT 2, BUT 1 én. Tehát az A a helyes megoldás. A következő feladatban meg kell jelölnünk azon észter képletét, amely 2-metilpropán-1-ol és ecetsav reakciójából keletkezik. Ez egy tipikus észterezési reakció, alkoholok és savak reakciója maga az észterezési reakció vízkilépés közben katalizátor jelenlétében. Jelen esetben ecetsav és 2-metilpropán-1-ol két hidroxil csoportjából fog kiválni nekünk egy vízmolekula, amely során nekünk kialakul az izobutil acetát, ami egy észter. Nekünk már csak az a feladat maradt, hogy ha leírtuk a reakcióegyenletet, ezt a reakcióegyenletet, meghatározzuk, hogy melyik képletnek lesz megfelelő az izobutil acetát képlete. Hogyha megnézzük a szerkezetet, akkor láthatjuk, hogy az A szerkezeti képlet lesz nekünk a helyes, tehát az A az izobutil acetátnak a szerkezeti képlete. A 11-es feladatban egy kémcsőben néhány cseh betanolt öntöttek, és rézspirált ízítottak. Ízítás során a réz oxidálódott, és fekete színű réz 2 oxid réteg keletkezett a spirálon, amit majd közvetlenül az etanol tartalmazó kémcsőbe merítettek bele. Jelölje meg az etanol oxidációjakor kapott termékképletét. Itt láthatunk négyféle szerkezetű képletű vegyületet, és felírjuk a következő reakciókat, amik végbe mentek az adott folyamat során. Ugye azt mondtuk, tehát az van a feladatban megoldva, hogy rézt oxidáltak. A réz oxidálás során réz 2 oxid keletkezett, ami ugye a feladat is írja, hogy fekete színű, amit rögtön majd még melegen, tehát hő hatására is, belemerítettek az etanolba. Az etanol pedig majd végbe ment egy reakció, mivel a réz oxida az egy oxidálószer, így maga az etanolt oxidálta. Ilyenkor tudni kell azt, hogy az egyértékű elsőrendű alkoholok oxidálószer hatására milyen anyagokat termelnek, és tudni kell, hogyha a másodrendű alkoholok milyen vegyületet termelnek, mert itt így lehet egy kis zavarodás. Azonban mivel az etanol nekünk egyértékű elsőrendű alkohol, így maga aldehiddi oxidálja, az ezüst oxidoxidálószer. Ha másodrendű alkohol lenne, akkor ketonokká, mivel itt nekünk etanol van, így az etanolból etanol lesz. Az etanolnak megfelelő szerkezeti képet pedig a V, így a helyes válaszunk is ez. A 12-esben szerves kémiai nevezéktant láthatunk, IUPAC szerint kell a következő szerkezeti képletet elneveznünk, amely szerint lehet az A 1,2-dimetilpropán-1-ol, B 2,3-dimetilpropán-3-ol, V 2-metilbután-3-ol, G 3-metilbután-2-ol. Mindig egy adott szerves vegyület elnevezésekor meg kell határoznunk, hogy melyik a leghosszabb szénlánc. A leghosszabb szénláncot pedig csak úgy tudjuk elnevezni, hogyha figyelünk a gyökökre, és maga a funkciós csoport, tehát az adott vegyületnek a fő funkciós csoportjára. Így onnan kezdünk el számolni, ahol közelebb van a fő funkciós csoport, és figyelünk maga a gyök elhelyezkedésére is. Jelen esetben 4 szénatomot tartalmaz a leghosszabb szénláncunk, és a 2-es szénatomnál található a hidroxil csoport, ezért bután 2-ol lesz a leghosszabb szénlánc. Végül pedig kiírjuk maga a gyöknek az elhelyezkedését is, hogy 3 metil, mivel a 3-as szénatomnál található a metil gyök. Tehát a teljes neve ennek a képletnek 3 metil bután 2-ol, tehát a G a helyes válasz.
Véget értek a tesztfeladatok, most pedig párosítós feladatok fognak jönni. Maga a számokkal kell ezt párosítani a különböző betűket. Mindegyiknek megvan a megfelelő párja. Elsőként is egy redukálási folyamatoknak a sémáját kell ezt párosítani a folyamatokban részvevő elektronok számával. A redukálási folyamat sémájához, ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy hány elektron vesz részt, fel kell írnunk az oxidációs számokat. Mivel anionok vesznek részt az első redukálási folyamat sémájában, figyelnünk kell arra, hogy fennmarad egy negatív töltés, tehát számolnunk kell ezzel az oxidációs szám számolásánál. A bróm plusz 5-ös oxidációs számnál mínusz 1-esre alakul át, 6 elektron felvételével, tehát az 1-es párja a G. A másodikban ugyanez történik, meghatározzuk az oxidációs számot, a kén plusz 6-osról plusz 4-esre megy át 2 elektron részvételével, tehát a 2-es párja az A. Ugyanígy megyünk tovább a harmadik redukálási folyamatban, amikor maga a nitrogén plusz 5-ös oxidációs számról mínusz 3-asra megy át, ahol 8 elektront vesz fel, jelen esetben akkor a 3-as párja a D lesz, és végezetül a mangán plusz 7-es oxidációs szám 3 elektron felvételével fogja nekünk adni a mangán plusz 4-es oxidációs számot, amiben ennek a 4-es párja így a B lesz. A következő párosítós feladatban a reagenseket a reakció során képződött gázhalmazállapotú termékekkel kell párosítani, tehát ezen az oldalon láthatóak a reagensek és a reakció során képződött gázhalmazállapotú termékek. Nézzük az első reakciót, kálcium karbid és víz reakciója során keletkezünk nekünk kálcium hidroxid és etén. Tehát az 1-es párja a D lesz. A második reakció hasonló ehhez, alumínium karbiddal reagáltatják, tehát a vizet alumínium karbiddal reagáltatják, és alumínium hidroxid és metán képződik, tehát itt a másodiknak a párja a G lesz. Alumínium és sorsav reakciójakor alumínium klorid és hidrogén gáz fejlődik, amiatt mivel az alumínium elektronegatívabb, mint a hidrogén, ezért ki tudja őt szorítani maga a vegyületéből, a sósabból, így a 3-asnak a párja a V lesz. A 4-esben, pedig a 4-es reakcióban kálciumkarbonát és sósav reakciójakor egy gyengébb sav szénsav keletkezik és kálciumklorid, azonban ez a szénsav annyira gyenge, hogy szét is bomlik vízre és széndioxidra, ami a széndioxid másik neve szén 4 vegyértékű oxid, így a párja a 4-es reakciónak maga az A. A 15. feladatban továbbra is párosítunk, az aminok szerkezeti képletét a természetükhöz viszonyítva kell párosítanunk. Itt láthatóak az anyag természete, az elsőben primer és telített, második szekunder telített, 3-as primer és aromás, 4-es szekunder és aromás. Itt pedig az aminok szerkezeti képlete, amivel össze kell párosítani. Ahhoz, hogy össze tudjuk párosítani, tudnunk kell, hogy mit jelent primer vagy szekunder amin, ezért elsőnek átismételjük. A primer amin az, amikor maga a nitrogénhez egy alkil vagy egy szén kapcsolódik hozzá, szekunder amin, amikor két alkilgyök vagy két szén kapcsolódik hozzá a nitrogénhez, terciár pedig, amikor a nitrogénhez három alkilgyök és három szén kapcsolódik hozzá. Telített akkor ez, hogyha maga telített alkilgyök kapcsolódik az adott nitrogénhez, aromás, ha pedig aromás csoport kapcsolódik az adott aminhoz. Jelen esetben az elsőnek a párja a B lesz, mivel itt látható, hogy a nitrogénhez csak egy szén kapcsolódik, és ez is telített, tehát nem tartalmaz telített kötéseket. Tehát a helyes, az egyes párja lesz a B. A másodiknak a párja lesz a V, ugyanis itt szekunder és telített amin kell, hogy meghatározzuk a képletét. Itt a nitrogénhez két szén kapcsolódik, és mind a kettő telített, tehát nem tartalmaz telítetlen kötéseket. A harmadiknak a párja a D, ugyanis itt már aromás kapcsolódás kell, hogy legyen, és ugyanúgy primer. A nitrogénhez egyetlen egy alkilgyök kapcsolódik, és ez is aromás, tehát a hármasnak a párja a D lesz. A 4-esnek a párja pedig a G lesz, ugyanis itt szekunder aminnak kell lenni, két kapcsolódása van, és mind a kettő aromás gyöknek kell lenni.
Tehát ezek lesznek a helyes párok ebben a párosítós feladatban. A 16-osban a kémiai reakciókat a termékek egyikével kell lesz összepárosítani. Láthatóak az alábbi kémiai reakciók, egyes metanol molekulák közötti dehidratációja. Ugye, itt láthatunk két metanol molekulát, aminek a hidroxid csoportjaiból leválik egy víz molekula, és a maradék oxigén alkot nekünk egy éterkötést, a dimetil éter fog keletkezni maga a dehidratációjuk során. Tehát az első reakciónak a párja lesz a B, a dimetiléter. A következő reakcióban, a kettesben, kettő brompropán glukos hidrolízése során nekünk a nátriumhidroxid az OH csoport fogja helyettesíteni a bromot, és a brom a nátriumhidroxiddal nátriumbromidot fog adni. Így a keletkezett vegyület nekünk a propán 2-ol, tehát a kettesnek a párja lesz az A, propán 2-ol. Metán termikus bontásakor, ez ilyen 1200 Celsius környékén szokott végbe menni, acetilén keletkezik, és hidrogéngáz. Tehát a hármas párja a D lesz. A négyes reakcióban pedig egy tipikus oxidáció történik, ahol maga aldehid oxidálódik karbonsavvá, etanolból keletkezik ecetsav, ami nekünk a G válasz lehetőségben található, tehát a négyes párja a G lesz. Befejeződtek a párosítási reakciók és a párosításos feladatok. Most azonban egy olyan feladat következik, ami a 2018-es ZNO-ban még már nem volt. Különböző sorba kell helyezni az alábbi jelenségeket, folyamatokat vagy tényeket. Jelen esetben a 17-esben el kell helyeznünk az anyagok képleteit növekvő sorrendbe a cink tömeg részarányának megfelelően. Nekünk itt adott az A cinkszulfát, B cinkkarbonát, V cinkoxid, G cinkszulfid. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, mennyi a cinknek a tömeg részaránya, az alábbi képlet alapján meg kell határoznunk a cinknek a tömeg részarányát. Láthatjuk a számlálóban a cinknek az anyagmennyiségét, a cinknek a relatív atomtömegét kell tudnunk. A nevezőben található maga a molekula, tehát az agya például az A esetében cinkszulfátnak molekula tömege, és beszorozzuk 100%-kal. Tehát ennek alapján tudjuk kiszámolni a tömegrészarányát a cinknek. Jelen esetben cinkszulfátnak 40,4 lett, cinkkarbonátnak 52%, cinkoxidnál 80,2, cinkszulfidnál pedig 67% lett a cinknek a tömeg részaránya. És ezt kell lesz növekvő sorrendbe helyeznünk. Így a helyes sorrend lesz A, B, G és V. Lesz még egy ilyen feladatunk, a 18-as, ahol rendezünk el az alábbi alkánokat forráspontjuk növekedésének megfelelően, és figyelembe kell vennünk azt, hogy az izomerek forráspontja csökken az alkánok elágazásának növekedésével. Itt vannak a különböző vegyületek, 2-2 dimetilpropán, B2 metilbután, V pentán, G hexán. Kétféle fontosabb dolgot kell tudnunk ahhoz, hogy ezt sorrendbe tudjuk állítani. Ugye az első a feladat alapján megvan adva, hogy az izomerek forráspontja csökken az alkánok elágazásával. Tehát minél elágazóbb egy adott alkán, annál kisebb lesz a forráspontja. Azonban amit még tudnunk kell, hogy a forráspont a szénatom számmal növekszik, tehát amiknek lesz a legnagyobb szénatom száma, itt a hexánnak, annak lesz a legnagyobb forráspontja. A többinek ugyanúgy 5 szénatomot tartalmaz. Itt már csak az fog figyelembe vevődni, hogy maga milyen elágazásokat tartalmaznak. A 2-2 dimetilpropán az a legelágazóbb a vegyületek közül, így ennek lesz a legkevesebb forráspontja. Tehát az alábbi sorrendben fog növekedni a forráspont, A, B, V, G. Ezzel be is fejeztük a 2017-es kémia ZNO-nak a feladatainak az átnézését. Sok sikert, és köszönöm a figyelmet!